A kormány egyedi forrást biztosít a Tiszató térségének olyan beruházásokra, amelyek a térség turisztikai vonzerejét képesek növelni. Az 1 milliárd 700 millió forintos támogatás a vízminőség és vízvédelmi, ökológiai fenntarthatósághoz kapcsolódó célokhoz, valamint a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez járulhatnak hozzá. Ezek a projektek jellemzően turisztikai, ökoturisztikai, aktív turisztikai projektek, önkormányzatoknak, illetve vízügyi fejlesztésekre biztosítanak lehetőséget. 14 projekt közül 2 az egész Tiszató fejlesztését területét érinti, 4 projekt Abátszalókon, 2 Berekfürdőn valósul meg, továbbá Heves, Heves-Vezekény, Péj, Tarna-Szent Miklós, Tiszaderzs és Karcag településeken fognak indulni a mai napon átadott támogatási értesítésekkel párhuzamosan projektek. Összesen 17 projekt osztozik a támogatáson, ezek mindegyike hiánypótló beruházás, amelyek döntően a Tiszató vízvédelmére és ökológiai egyensúlyának fenntartására irányuló fejlesztések. A legfontosabb feladatunk az, hogy azokra az igényeknek megfeleljünk, amiket az ide látogatók támasztanak, és olyan fejlesztéseket tudjunk folytatni, amelyek a jövőben mutatnak. Hiszen tudjuk azt, hogy versenyhelyzetben vagyunk nem csak Magyarországon, hanem az Európa és a környező országok más turisztikai célpontjaival kapcsolatban. A támogatott projektek többsége szálláshely kialakítása, vagy bár meglévők bővítése, a szolgáltatás színvonalának emelésére vonatkozik. Ezek Jászhegyszolnok és Heves vármegyékben valósulnak meg.